Jó estét kívánok! Fontos állomásához érkezett a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációja. A hétvégétől ugyanis a látogatók már birtokba vehetik az északi tó környezetét. Körbe lehet sétálni, túrákat lehet tervezni. Erről lesz szó a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Ebben a megszépült környezetben tudnak mostantól tartalmas időt tölteni a Sóstóra érkezők. Az északi tó körül mostantól bárki túrázhat, sétálhat, vagy csak szemlélheti a gazdag növény- és állatvilágot. Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere úgy fogalmazott, egy csodát sikerült megmenteni és létesíteni a város szívében. A természet már a munkák közepette is visszafoglalta, ami az övé, és úgy néz ki, hogy szerencsére a védett madarak, más élőlények, állatok is nagyon jól érzik itt magukat, és elmondhatjuk, hogy ez a több mint 200 hektár csodálatos módon megújult. Ennek most az északi tó része az, ami már járható, sétálható, mindenkit invitálok, nézze meg, szerintem érdemes egy túrát tenni gyerekek, családdal, barátokkal. Ritka, hogy egy nagyváros területén belül legyen egy olyan csodálatos természetvédelmi övezet és természeti kincs, mint amilyen a Sóstó, és ezért volt szakembereknek a véleménye hosszú ideje már, hogy kell kezdeni valamit, meg kiszárad, és egyre többet és nagyobb mértékben károsodik az élővilág, hogy föl kellene újítani, meg kellene újítani ezt a természeti kincset, és valahogy a vízpótlásról gondoskodni kellene. Így indult el gyakorlatilag az ötlet, és amikor a lehetőség kinyílott, hogy a Sóstói stadiont fel lehet újítani. Mi azt kértük a miniszterelnök úrtól, illetve a kormánytól, ne csak egy stadion építésben gondolkodjunk, hanem egy teljes városrész rehabilitációjában, sétányokkal, udakkal, parkolókkal, játszóterekkel, gyakorlatilag kiránduló lehetőséggel, egy gyönyörű új stadionnal, de mellette pedig az elfekvő Sóstót, azt mentsük meg, és szerencsére erre megkaptuk a forrásokat, és a rehabilitáció meg is történt, megtörtént a mederkotrás, aztán pedig a vízpótlás, több hely érkezik víz most már a Sóstóba, basaárokból, részben a stadion nagy tetőszerkezetén a csapadékvíz összegyűjtése történik, megfelelő szűrés után jön a Sóstóba, és ami azt gondolom, hogy európai szinten is kuriózum, hogy a tisztított szennyvíz is jön a Sóstóba, ami önmagában is egy nagyon komoly környezetvédelmi beruházás jelent. Maga ez a rehabilitációs munka szorosan véve 700 millió forint, maga a környezettel együtt az jelentősebb, hiszen számos eleme a stadion és a Sóstó között nyilván mind a kettő közösségi teret szolgálni fogja, de maga az, ami a tó megmentését jelenti, ezt az összeget költöttük el. Mi mindenre lesz a jövőben itt lehetőség? Gondolok itt arra nem csak kirándulás, hanem bármi egyéb más, ami mondjuk a város életében jelentős lehet. Én azt gondolom, a legfontosabb az maga a kirándulás lehetősége, nem kell kimozdulnunk a városból, és mégiscsak egy természeti kincset fogunk látni. Én a középső túraútvonalat tettem már meg, az egy 2 órás túraútvonal volt, és a nagy az gyakorlatilag egy félnapos. De azt gondolom, hogy akár a kisgyerekekkel is, a kiskört is érdemes végig sétálni, sok csodát fog mindenki látni. Emellett különböző játszóeszközök is kikerültek, hagyományos játékok ugyanúgy, mint a természethez közeli játékok, lehetőségek, rengeteg kerékpártámasszal a kerékpárosokat is várjuk, van hova letenni a kerékpárt, és amikor beáll a természet, akkor további attrakciók fognak létrejönni, de hozzátéve, hogy ez a természeté alapvetően a Sóstó, tehát mi ezt vigyázzunk, ezt mi csodáljuk, de semmiképpen ne terheljük emberi tevékenységgel, a séta kivételével, ezért van az, hogy a látogató központja is a Sóstónak, az nem a Sóstó területén került kialakításra, hanem a stadion hátsó lelátójában, pont azért, hogy az ehhez kapcsolódó szociális blokkokkal, nagy előadóteremmel együtt minden emberi tevékenység, ami jobban sújtaná a természetet, azt ne a természeten, ne a Sóstón valósítsuk meg, hanem a mesterséges épületben, azaz a stadionban. Mindennek mikorra várható a befejezési ideje? Jövő évben fogjuk teljesen befejezni, de az alapvetően és legfontosabb kérdések azok idén befejeződnek, illetve van egy-kettő olyan játék még, ami kb. 2 év múlva kerülhet majd elhelyezésre. Ugye a stadion augusztus végére elkészül, ott is elkezdődnek az engedélyeztetési folyamatok, ez azt fogja jelenteni, hogy az ősztől pedig már, vagy az ősz megfelelő pillanatától használható lesz a fitness játszótér, a rendes játszótér,
vagy éppen az a stégrendszer is, ahol most vagyunk. A Városgondnokság természetvédelmi referense azt mondja, bár legalább 1-2 évre szükség van, mire beáll az ökoszisztéma, de az már most látszik, hogy a fertős jellegű, sokszínű vidéket nyílt vízfelületekkel, a mocsarakkal és az új költőszigetekkel kedvelik a madarak. Pont egy évvel ezelőtt mentek bele az első kotrógépek ugye a tómederbe, és elkezdték a mederkotrást. Hát nagyon-nagyon hosszú és sűrű éven vagyunk túl, mert elég sok dolgot kellett időközben is átlátni, adott esetben időközben is átgondolni, újra gondolni, hogy működjön a munka, amit csinálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba sült el ez az egész rekonstrukció, természetesen ez volt a cél. Mivel hogy ez egy vizes érőhely rekonstrukcióról beszélünk, azért itt elég sok élettani folyamat megy végbe, de az itt élő környezet elég jól viselte ezt a munkafolyamatot. Tehát kezdhetem akár a téli időszakkal, amikor ugye a kotrógépek dolgoztak, de mellette a védett mocsári teknősöket próbáltuk áttelepíteni, akár arra az időszakra a homokbánya tavalyiban. Nagyon odafigyeltünk ugye a munkálatok során a környezet mi voltára is, de amint ugye aztán ki is tavaszodott, madarak ugyanúgy birtokba vették a területet, mint eddig, sokkal nagyobb létszámban, sokkal több madárfaj megjelent a területen, és nem zavarta őket a tavasz időszakban sem a munkálat. A fő csapás irány ugye a Sóstónak ugye a mederkotrása volt, de mellette ugye az egész tanösvény is felújult tájépítészetileg. Hát ez 8 kilométert jelent így most így nagyjából. Nagyon sok azt gondolom innovatív megoldás született a tájépítészeknek köszönhetően, hát ezt az ide látogatók ezt majd látni fogják, és azt gondolom, hogy ezeket még meg is kell szokni, mert ezek főleg külföldi országokban már nagyon jól működő megoldások. Én azt gondolom, hogy itt próbáltak kicsit a tájépítészek is új anyagokat bevonni, új módszerekben gondolkodni, mi pedig hát majd a fenntartás során látni fogjuk, hogy hogyan fognak ezek működni. Körülbelül 300-400 falat telepítve a területre, újonnan próbáltunk olyan ösvényes egyedeket választani, amelyek ebbe a környezetbe jól érzik magukat. Nyilvánvalóan szükség volt bizonyos mennyiségű fa eltávolítására is, de hát erre ugye a hatósági engedélyeket ugye megkaptuk, meg hát nyilván a Dunai-Poly Nemzeti Parkos kollégákkal együttműködve alakítottuk ugye a területnek a rehabilitációját, hogy ez működőképes legyen. Tehát vannak változások, komoly változások, de azt gondolom, hogy jó irányba. A vízi növényeknek a sokféleségét azt nagyon komoly szinten megnöveltük, ugyanis több tucatnyi itt eltűnt növényfajt telepítettünk újra, főleg vízi növényeket. Ezek között van egy-két látványosabb faj, mint például a tavirózsa, vagy éppen a mocsári gólyahír, amit azt gondolom, hogy majd a következő tavaszi időszakban fogunk teljes pompájában látni. Az elhangzott, hogy a következő egy-másfél évben lesz érdemes a tavat megcsodálni. Miért? Nagy szeretettel ugye vettük ezt a munkát, de itt igazából mindenkinek látni kell, hogy ugye a munkálatoknak a nagysága, nagyságrendje miatt, ugye, és a beavatkozás mértéke miatt itt az itt élő ökoszisztémának teljes mértékben alkalmazkodni kell az új környezethez. És én azt gondolom, ahol máshol is ilyen rekonstrukciós munka megtörténik, legalább 1-2 év között számolható a teljes helyreállítódás. Mi is ekkor fogjuk látni, hogy milyen területeket hogyan fogunk tudni kezelni. Minden évszakban más arcát fogja mutatni a Sóstó, akár a vizes élőhely, akár a hozzá kapcsolódó más élőhelyek, és azt gondolom, hogy ezt nagyon odafigyelve, szakmai szempontokat előtérbe helyezve kell tennünk, ahogy eddig is tettük,
de én azt gondolom, hogy ez időszakban is, aki kilátogat, az mindig meg fogja találni magának azt a kis részt, ahol nyugodtan el tud tölteni egy pár órát, és azt gondolom, hogy ez csak egy kis idő, amit át kell vészelnünk. A szakember hozzátette, a tavat szeretnék természetes környezetében megtartani, emiatt csónakázásra és horgászatra a jövőben sem lesz lehetőség. A természetvédelmi terület környezetében lévő utak, járdák, parkolók megújulnak, valamint a vadmadárkórház kialakítása és a zöld tanya felújítása mellett létrejön egy oktatási célokat szolgáló látványközpont is. A terület ugye a rekonstrukció által továbbra sem változott jellegileg, tehát természetvédelmi terület maradt. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 270 hektár az egész természetvédelmi terület, ebből a vizes élőhely, tehát a tó részletek, és főleg a mederkotrással felújított északi meder az ilyen 26-28 hektár, tehát azért van itt látnivaló bőven. A 8 kilométeren felújult tanösvényben rengeteg interaktív elemet helyeztünk el, és az információs táblák is főképpen megcélozva a környezeti nevelést interaktív jellegűek, mozgathatóak, hozzányúlhatnak a gyerekek, forgathatják, mozgathatják. Tényleg rengeteg olyan megoldás született, ahova felmászhatnak, megrángathatják, ahol egy kicsit gyerekek lehetnek igazán, és azt gondolom, hogy ez az elsődleges, de minden korosztály megtalálja magának a szórakozási lehetőséget. Én azt gondolom, hogy Európa szinten egy nagyon komoly és jó fegyverténynek számít az, hogy egy ilyen mértékű stadion rekonstrukció mellett egy ekkora élőhely fejlesztés is létrejöhetett. Ez mondom még egyszer, Európában egyedülálló, és azt gondolom, ha megnyit a látogatóközpont is, akkor egy teljesen új irányt tud felvenni Fehérvár is, be tudunk kapcsolódni a környezeti nevelésen keresztül a teljes rekreációs területnek a megnyitásába, és azt gondolom, hogy egy jó kis ökoháló lesz itt létrehozva. Az autóval, valamint a busszal érkező kirándulók, csoportok a Sóstó közben tehetik le gépjárműveiket. A Szárcsa közből nyíló parkolóban 87 autó, valamint 13 busz várakozására alkalmas parkolót alakítottak ki. A zöld terület a Szent Kristóf ház mellett és a Csőzház utca felől is megközelíthető. A 700 millió forintos beruházás befejezése a jövő évben várható. Mostantól tehát egy igazi csoda, egy igazi gyöngyszem várja Fehérvár szívében az ide látogatókat. Nem érdemes kihagyni. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!